kiinduló pontként sajnos nem tudtunk mást mondani egymásnak, mint hogy soha olyan rosszak nem voltak a horvát-magyar kapcsolatok, mint most. És ezért nekünk nagyon nagy feladatunk van, hogy ebből a mélypontból mi, a két kormány, Horvátország és Magyarország kormányai, kimozdítsuk a két oldalú kapcsolatokat. Ezért én azt javasoltam a miniszter úrnak, hogy állítsunk össze egy rendezési tervet. A horvát-magyar kapcsolatok rendezési tervét. És ezt a javaslatomat a miniszter úr nyitottsággal fogadta. Én is azt gondolom, hogy a két országnak az az érdeke, hogy ne ellenségeskedés, hanem barátság és stratégiai együttműködés legyen közöttünk, mint volt korábban. És ebben a horvát-magyar kapcsolatokat rendezési tervben meg kell határoznunk, hogy hogyan haladjunk előre a fontos kérdésekben. Hogyan haladjunk előre például a vasúti közlekedés helyreállítása tekintetében, ami egy rendkívül fontos kérdés. Három helyen van jelenleg lezárva vasúti közlekedés a két ország között. Ebben a rendezési tervben kell meghatározni, hogy hogyan haladunk előre a Szarajevo-Eszék-Budapest autópálya megépítésében, amely mindkét ország számára logisztikai, stratégiai szempontból fontos beruházás. Ebben a rendezési tervben kell meghatározni, hogy hogyan haladjunk előre a horvátországi LNG terminál és annak Magyarország energiabiztonságára gyakorolt hatása tekintetében. És ebben a rendezési tervben kell természetesen megnyugtatóan rendeznünk a MOL és az INA helyzetét, azt a kapcsolatrendszert.